Nagy szeretettel, megbecsüléssel és örömmel köszöntöm az idősek klubjának valamennyi kedves jelenlévő résztvevőjét, és úgy látom, hogy nagyon nagy számban elfogadták a kedves meghívásunkat, ahogy szokott lenni tavasszal és ősszel, egy-egy témában együtt vagyunk, és érdeklődéssel részt veszünk a foglalkozáson. Engedtessék meg, hogy külön szeretettel köszöntsem az intézmény vezetését, igazgatóasszonyt, a klubvezetőjét, és külön szeretettel kedves meghívott vendégeinket, Fülöp Ilonát, a könyvtár, a Csokonai Könyvtár vezetőjét, és Szabó Péterné, Katikát, a gyermekkönyvtár vezetőjét. Szerintem mindenki mindenkit ismer. És külön szeretettel, és egy kicsit számomra is meglepetés volt, a média kedves képviselőjét, a helyi televízió képviseletében és a hírmondó képviseletében. Örülünk, hogy itt vannak, hiszen ezek a foglalkozások, még egyszer mondom, rendszeresek, hogy ezt az elmúlt évek bizonyították, és eddig mindig általam egy-egy olyan komoly témát hoztam ide a klub tagsága elé. Vendégünk volt polgármester úrtól kezdve, kapitány úr, kórházigazgató, a szociális otthon igazgatója, a házi orvosi intézmény igazgatója, és most úgy gondoltam, hogy itt ebben a szép és kellemes jó időben, mert az időjárás is egy kicsit bennünket igazol, egy kicsit könnyebb témát, a kultúra, az irodalom, a vers hangján. Próbáljuk meg egy kicsit a tavaszt még közelebb hozni, esetleg az ünnepeket is, és ennek a segítségére és elővarázsolására kértem kedves munkatársaimat, akik szakemberek ezen a területen, hiszen egy olyan intézményben dolgoznak, ahol csak a szépség, az érték van, és ennek kapcsán kérem őket, hogy próbáljanak ebből egy kicsit arra az időre, ami rendelkezésünkre áll, elévarázsolni, és egy kicsit elvinni bennünket a mindennapok gondjaiból a szépség, a kultúra és az irodalom birodalmában. Én ezennel át is adom akkor a mikrofont. A mikrofon, mert így akkor hallható, ugye? Valamennyien tetszenek hallani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Hát nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, és most körbejártam életemben először ezt az épületet, amire mindig rácsodálkoztam, hiszen szülőként is, gyerekként is a zeneiskolának látogatója voltam, de ide valahogy soha nem jutottam be, viszont kezdek öregedni. Hát most nevetnek, de egyre romlik a memóriám, és ez sajnos a kollégáim is, a főnököm is észreveszi, meg én magam is. Aztán, hogy mit lehet ellene tenni, az ember vagy mérgelődik és üti a fejét, hogy lehetek ilyen hülye, hogy miért nem jut le szembe, vagy elkezd szedni omega-3-at, vagy elolvas egy jó novellát, ami egy kicsit más megvilágításban helyezi ezt a memóriazavart. Janikovszky Ivánnak volt születési évfordulója, az elmúlt évben volt 100. évfordulója. Janikovszky Iva nevét biztosan hallották már, nagyon sok gyerek könyvet írt. Jó magam is gyerekszínjátszó csoportot vezetek, és az ő darabját dolgoztuk fel az elmúlt évben, de nem csak gyerekeknek írt, hanem felnőtteknek is. Úgyhogy én még mielőtt egy kicsit a könyvtárunkat bemutatnám, ezzel a novellával szeretném köszönteni Önöket ezen a mai rendezvényen. Janikovszky Iva, De szép ez az élet című könyvéből. Micsoda memória! Öregségemre, időskoromra, megadatott nekem az az öröm, hogy nem romlik a memóriám. Ugyanis már fiatal koromban is rossz volt. Higgyék el, ez nem gyönge poén, ez boldogító tény.
Míg kortársaim egyre másra panaszkodnak, bosszankodnak, hogy már nem jut eszükbe egy név, egy évszám, egy cím, egy verssor, vagy az új orvosságuk neve, a szomszédjuk telefonszáma, én csak kajánul örvendezek. Hát én ezt megspóroltam. Hát nekem már 30 évesen jutott eszembe. Persze azért vannak különbségek, hogy ne volnának. Mondjuk 40 évvel ezelőtt nem töltöttem naponta sok-sok időt azzal, hogy keresem a szemüvegemet. Mert hát nem is volt szemüvegem. Aztán az sem okozott reggelenként gondot, hogy bevettem-e már az orvosságokat, mert akkoriban még nem szedtem semmit. S talán még valami a tobetűnt ifjúság vitathatatlan könnyedségéből, akkor tehát sosem mentem vissza a lépcsőházból, miután bezártam a lakásajtót, hogy ellenőrizzem, nem felejtettem-e égve a gázt. Hát azt talán mondanom sem kell, hogy a rossz memóriának köszönhetően a magyar és a világirodalom meg annyi remekét, a friss élmény elragadtatásával olvasom végig, ki tudja már hányadszor. Sajnálatosan szaporodó kórházi tartózkodásaim idején pedig szerény krimi készletem valamelyik kötetét falom újra meg újra, lankadatlan érdeklődéssel, és csak az utolsó oldalaknál sejlik fel, hogy hoppá, nem is ez lesz a gyilkos, hanem amaz. És elfelejtem a filmeket is elén. Többnyire arra sem emlékszem, hogy mit láttam az előző este a tévében. Engem egyáltalán nem zavar ez a gyakori ismétlés. Először is unom, másodszor is unom, és talán harmadszor egy kicsit hamarabb hagyom abba, mert hát ott a kapcsoló. De tulajdonképpen nem vesztek semmit. Ám a jó filmekkel is előfordul, hogy néhány év múltán csak a közepe táján rémlik fel, hogy ezt a képet én már láttam. Ezt a hangulatot én már átéltem. De ilyenkor még jobban élvezem. A jó vicceken is többször tudok szívből nevetni, a rossz vicceken meg ugyanannyiszor bosszankodni. Egy szóval sok előnye van a rossz memóriának. Köszöntöm nézőinket, Szabó Péterné gyermekkönyvtárossal beszélgetünk, hiszen az Idősek Klubjában volt egy nagyon szép rendezvény, melyet Páncs Ildikó képviselőasszony szervezett, és önök is ott voltak. Miről tartottak az időseknek előadást? Köszönöm az érdeklődést. Páncs Ildikó képviselőasszony nagyon-nagyon nagy gonddal figyeli a könyvtár munkáját, és ezért mi nagyon hálásak vagyunk. Nem csak a városi könyvtárét, hanem az iskolai könyvtár gondjait is mindig figyelemmel kíséri. És hát hamarosan közeledik a költészet napja. Ez is adta az ötletet arra, hogy most látogassunk el az idősek otthonába, hogy igazából a könyvtárat is ismertettük, a költözés mizériáiról is beszélgettünk, illetve felelevenítettük a régi könyvtári időket, vetítéssel egybekötve, és utána pedig a költészet napjáról emlékeztünk meg, egy kicsit nem hagyományos módon, vetélkedővel. Ahogy ezt mondani szoktuk, interaktív módon, tehát őket is bevonva. Miről volt szó? Tehát gondolom, hogy a idősek élvezték ezt, hogy ők is felelhettek kérdésekre, de milyen feladatokat kaptak? Több mindent kapcsoltam össze, hiszen olyan szerencsém van, hogy ebben az évben, úgy néz ki, hogy októberben az őszi könyvtári napok rendezvényei keretében sikerül meghívnom Nyári Krisztiánt, több sikeres könyvszerzőjét. Például Hogyan szerettek ők címmel jelentek meg az első könyvei, ahol híres költő szerelmes párokról ír, és végül is olyan különlegességeket és egyedi dolgokat tudunk meg, amit én, mint magyar szakos tanár sem tudtam eddig, és ebből a könyvből állítottam össze egy igaz-hamis kérdéssort. Igazából nem kellett hozzá felkészülni, inkább csak a megérzés volt, hogy tényleg ki az, akiről elhiszünk valamit, vagy sem, és utána ezt pedig egy felolvasással egészítettem ki, amikor is az ellenőrzéskor megkapták a pontos választ ezekre a kérdésekre. Akkor azt gondolom, hogy mindenki jól érezte magát, és hát mellesleg azért sok új információval is gazdagodott.
úgy éreztem, hogy hasznos volt a délelőtt. Szívesen várjuk az időseket a könyvtárunkba. Nagyon sok idős olvasónk van már most is. Nekik ingyenes ugye a beiratkozás, ugyanúgy, mint a gyerekeknek 16 éves korig. Nagyon sok szép olvasmányunk van, amivel várjuk őket, és felajánlottam egy csoportos látogatás lehetőségét is. Tehát most, hogy nyílik az idő, azt gondolom, sajnos elég nehezen megközelíthető a könyvtár épülete az időseknek, és ezért előzetes egyeztetés alapján a hátsó bejáraton keresztül könnyebben ki tudjuk őket szolgálni. Úgy éreztem, hogy vevők lesznek rá. Hát akkor reméljük, hogy sokan jönnek, és sok-sok új könyvet ki fognak kölcsönözni, és akkor azt is, hogy lesznek még hasonló rendezvények az idősek klubjában. Kaptunk felkérést is a felolvasásokra, illetve ígéreteket is arra, hogy továbbra is látogatják rendezvényeinket, hiszen most a költészet napján is elsősorban a szépkorúakat várjuk, úgy, mint tavaly, és itt felolvashatják kedvenc verseiket, illetve nagyon sokan tavaly is saját szerzeményeket adtak elő. Volt olyan néni, aki most a rendezvény végén odajött hozzám, hogy ő úgy gondolja, hogy az idén már most bevállalja. És hát ez egy siker, hogyha kevesen is vannak, akik így döntenek, de ez mindenféleképpen egy siker. Akkor mi várjuk azt is szeretettel, köszönjük szépen! Én is köszönöm az érdeklődést!